Április 10, ebben a sávban tavaly káposztafélék voltak, az idén krumplit teszek. Egy kicsit kikapálom a füvet, a földre teszem a krumplit, és bemulcsozom szalmával. Ez az a sáv. Itt végig, itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, hát majdnem 10 méter, itt végig. Egy olyan 1 méter szélesen. Ide most leteszem a krumplit, és beöntözöm, mert már elég száraz a föld, és nem lesz eső. Istenem, bemulcsolom ma. Kétfajta lila krumplit ültetek. Ez a lila krumpli, már van rajta kicsi csira. Na most egy kicsi bicskával ketté vágom, hogy lássuk a színét. Nem ilyen szép. Ez az egyik. És ez a másik. Itt van. Ez egy rózsaszín, és ez egy lila. Körülbelül, hát nem tudom, 1,5-1,5 kiló van belőle. Benyomkodtam őket hamuba, és ezeket így kettévágva fogom elültetni. Itt vannak a krumpli, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25 krumpli. Ezt most beöntözöm és mulcsolom. És akkor most beöntözöm, hogy legyen egy kis nedvesség a talajban. Egy öntöző víz kerül rá. Öntözőnyi víz. Persze, akinek nagy területe van, az nem öntözi. De én nem teszek sokat, úgyhogy én megtehetem. Ha esne az eső, akkor persze beteszik a krumplit, egy vékony-vékony réteg szalma rá, jön az eső, és utána jön a következő réteg szalma. És most a szalmát. És így tovább. Felraktam a szalmát, ez körülbelül egy olyan 20 centi, és a maradék vizet ráöntöztem. A végébe oda fehér krumplit teszek, és attól függ, hogy még mennyi fehér krumplit teszek, még takarítok mellette egy darab földet. Április 10, elültettem az első rózsaszín és lila krumplit.